Hazánkban 25 éve nem volt olyan magas a munkába állók aránya, mint az idei évben, hangzott el a rendezvényen. Ez az arány a közfoglalkoztatottak nélkül is magasabb, mint valaha volt. Egy Európai Uniós és hazai támogatásnak köszönhetően most 6 milliárd forintból 56 munkaügyi hivatalban fejlesztenek országszerte. 6 milliárd forintot tudtak elkölteni hivatalok arra, hogy a foglalkoztatás politikai irányelveket, azokat az elképzeléseket, amelyet a kormány fontosnak tart, meg tudják valósítani, kényelmesebb körülmények között tudják fogadni azokat az érdeklődőket, akik a munka elhelyezkedés, a munkapiac iránt érdeklődnek, elhelyezkedősük iránt érdeklődnek. Nagyon-nagyon fontos ez nekünk, hisz egy munkalapú társadalmat építünk, azt szeretnénk, hogyha mindenki munkából tudna megélni, aki dolgozni akar, és aki dolgozni képes, ehhez pedig olyan helyszíneket, olyan helyeket kell biztosítani, olyan lehetőséget kell biztosítani, ahol a munkaerőpiaci kínálat és a munkát kereső emberek találkoznak, és lehetőség szerint olyan információkat kell szolgáltatni, aminek a segítségével egymásra talál a kereslet és a kínálat. A megyei kormányhivatal 10 járási foglalkoztatási osztálya közül a Tiszavasvári az egyik legnagyobb forgalmat bonyolító hivatal. Idén közel 100 millió forintot költöttek el foglalkoztatás bővítő támogatásokra, és több mint 300 embert vontak be a közfoglalkoztatottakon túl különböző képzésekbe. Jelen pillanatban most itt a Tiszavasvári kirendeltség foglalkoztatási osztály illetékességi területén közel 1600 regisztrált álláskeresőt tartó nyilván, és közel ennyi, több mint 1400 közfoglalkoztató dolgozik ebben a térségben, tehát a kormány elsőleges célja, és a kormányhivatal elsőleges célja is, hogy foglalkoztatva legyenek az emberek, ne munkanélküliek legyenek, hanem munkaviszonyból éljenek meg. Lehetőleg az elsőleges munkaerőpiacon hosszú távú foglalkoztatásban, de ha nem sikerül, akkor a közfoglalkoztatás keretében. A hivatalban hamarosan a hozzájuk forduló álláskeresőket komfortosabb, jobb körülmények között tudják fogadni.